Mennyi az annyi árazás és pénzügyileg is fenntartható működés a vendéglátásban? Ez a címe annak az első eseménynek, amelyből egy egész rendezvénysorozatot szervezett a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara berkein belül működő gasztronómiai klaszter. A járványhelyzet és az áremelkedések miatt óriási nyomás van ezen a szektoron, mondja a klasztermenedzser. Az árak emelkedése, alapanyagárak, energia, munkaerő, a munkaerő elvándorlása, illetve pályaelhagyók miatt ez a hatalmas nyomás, ami az áremelkedésekkel kapcsolatos. Hogy ezt hogy lehet érvényesíteni egyáltalán a fogyasztók irányába, vagy egyáltalán mi az a mérték, amivel még elfogadható módon lehet működni a vendéglátásban. Ezért azt találtuk ki, hogy csinálunk egy ilyen kis workshop sorozatot. Egy olyan program sorozatot, ahol a klaszterben felmerülő problémákra szakértők próbálnak választ adni. Az első eseményen az árazás és pénzügyileg is fenntartható működés és a vendéglátásban címmel hallhattak előadásokat a vállalkozók. Van létjogosultsága egy-egy ilyen fórumnak, hogy az emberek egyrészt szakemberekkel találkozzanak ilyen témába, másrésztről felismerjék annak az igényét legalább, hogy merjenek olyan szakemberhez fordulni, hogy lássák az értékét, hogy miben tudnak támogatást kapni. Én azt gondolom, hogy erre ez egy nagyon jó fórum. Mondja a szakember, aki az értékalapú marketing kommunikáció alapjairól tartott előadást. Az árazás összetevői a vendéglátásban, erről egy másik szakember beszélt, aki bemutatta azt a táblázatos rendszert is, ami alapján pontosan nyomon lehet követni a vállalkozás helyzetét. Mi azért állítottunk össze egy ilyen táblázatos segítséget, hogy az alapvető fundamentális gazdálkodási paramétereket mutassuk be, ne csak a cash flow szemléletet, hogy mennyi pénz megy be és mennyi jön ki, hanem hogy kell hosszú távon megalapozni azt az árazást, aminek a minimum szintjét érdemes belőni azért, hogy ez egy megtérülő befektetés vagy vállalkozás legyen. A rendezvényeken díjmentes a részvétel, de regisztrációhoz kötött. Az első fórumról gazdasági magazinunkban bővebben beszámolunk.